Újabb zarándokvonatok indultak a holnapi csíksomlyói búcsúban. A Budapesttől összekapcsolva közlekedő Csíksomlyó Express és Székelygyors külön vonaton csaknem másfél ezer zarándok utazik. A közös szerelvényt vontató mozdony díszítésével a Kossuth-díjas székely magyar íróra Tamási Áronra emlékeznek a szervezők. A zarándoklat fő eseménye idén is a holnapi Szent Mise lesz a csíksomlyói hegynyerekben. Népzenészek fogadták hajnalban a Székelygyors utasait a keleti pályaudvaron. Addigra már odaért a Szombathelyről indult Csíksomlyó Express is. A két vonat összekapcsolódott, és egy csaknem fél kilométer hosszú zarándokvonat lett belőle. Most megyünk először, és nagy élményekkel tele, és nagy izgalommal. Indulás előtt az összes kocsit megáldották, majd a résztvevők közösen énekeltek. A Székelygyors és a Csíksomlyó Express közös szerelvénye csaknem 1500 zarándokkal 5 óra előtt néhány perccel indult el a csíksomlyói búcsúba. Nem voltam még így, hogy a Csík Express-szel is nagyon izgatottan várom, és nagyon sok mindent várok tőle. Egyrészt magyarság tudatban is nagyon fontos, vagy összetartozásban, másrészt pedig, mint római katolikus is, a Baba Mária meg az egész pünkösdi áldást nagyon várom. A zarándokvonaton egy-egy római katolikus és református lelkivezető kíséri a híveket. Mindig nagyon jó a Zsuzsanya palástjába belekapaszkodni, de talán ott még inkább az embereknek egy plusz feltöltődést fog adni, és valóban úgy egészen közel érezhetik magukat a jó Istenhez. A zarándokvonat várhatóan az esti órákban érkezik meg Madé falvára. Ez több, mint egy utazás. Zenekar, autentikus magyar népzenét játszó zenekar van, Dévai Nagy Kamilla, énekes, és hát természetesen lelki útravalókra is gondoskodunk. Közben a csütörtökön indult Boldogasszony zarándokvonat 900 utasával már megérkezett Gyergyószent Miklósra. A vasútállomáson énekkel és imával fogadták a gyergyóiak az anyaországból érkezőket. Minden évben újra találkozhatunk, ugyanabban a hitben, ugyanabban az anyanyelvben, ugyanabban a nemzeti összetartozás élményében osztozkodhatunk. Hát ennél nagyobb elégtétel úgy gondolom, hogy úgy egy gyergyói keresztény ember számára, vagy akár egy magyarországi, budapesti, magyar keresztény ember számára nem is kell több. A csíksomlyói búcsúba mintegy 300 ezer zarándokot várnak a világ minden részéről. A szombati ünnepi szentmisét a Duna élőben közvetíti.